A Vajdasági Magyar Szövetség 20, a Szerb Haladó Párt 5, az Ukrok Polgári Csoport 2, a Vajdasági Front és a Szerbiai Szocialista Párt pedig egy-egy képviselővel vesz részt a községi parlament munkájában az elkövetkezendő 4 évben. Reményeim szerint egy olyan pozícióba került most a képviselőtestület, amivel a következő 4 évben hát egyszerűen minden álmát meg tud valósítani, és azokat a dolgokat zökkenőmentesen tudjuk véghez vinni, amire természetesen a koalíciós partnerunkkal, és hát együttműködve az ellenzéki koalíciós, nem koalíciós partnerokkal közösen meg fogunk egyezni. Továbbra is Fejszámely Róbert lesz a polgármester. Én nagyon bízom benne, hogy mindaz, ami elhangzott és ami terveink között szerepelt az elkövetkező 4 éves ciklusta, az sikerül majd megvalósítanunk. Itt külön kiemelném az idegenforgalom további fejlesztését, és bízom benne, hogy sikerül majd felépíteni egy wellness központot és egy hozzátartozó szállodát is, ami majd ki tudja szolgálni a nagyobb turisztikai igényeket. A fő hangsúly a közintézmények fejlesztésén és a kommunális beruházásokon lesz, tette hozzá a polgármester.